Sziasztok! Egy év után újra itt vagyok, és itt vagyunk mind a ketten, Anka. Ja, üdv mindenkinek! Igen, hát elnézést szeretnék elsősorban kérni mindenkitől, mert szó nélkül leléptem, akartam csinálni egy videót, hogy most ne számítsatok semmire tulajdonképpen, mert nagyon el voltam havazva, de olyannyira el voltam havazva, hogy még erre se volt időm, hogy egyáltalán egy ilyen videót, ilyen tájékoztató jellegű videót föltegyek. De most a jó ír, hogy megint itt vagyok, és megint itt vagyunk mind a ketten, már most csak ketten, de indul egy új sorozat, és remélem, hogy szeretettel fogadjátok, és örültök. És láttam, hogy egy jó páran azért még föl vagytok iratkozva, szóval jó páran meg fogjátok nézni. Hát, egyelőre ennyit a karrieremről. Pluszba annyit, hogy most ez az új sorozat, amiben most ketten vagyunk, ez egy vadi új világba játszódik. Most generáltuk szépen. Remélhetőleg hosszabb lesz, mint az előző sorozat. Ja, igen, azzal kapcsolatban is vannak hozzáfűzni valóim, de az majd később. Tehát most a Minecraft legfrissebb verzióján játszunk. Ami már csak egy hétig a legfrissebb. Ami már csak egy hétig a legfrissebb, de most ez a jelen pillanatban a legfrissebb bétával nem szenvedünk. 1.2.5. És a jelen sorozatunknak a lényege, hogy minél több fát szedjünk ki. Ilyen! Hát. És versenyzünk, hogy ki szed ki több fát. Na, ilyen sorozat sem volt még több részen keresztül. Nem, amúgy nem, egyáltalán nem, ez hazugság volt. Nem, mást is gyűjtünk azért, mert Ank meg fogja mutatni a csodálatos képességeit az építészet terén, én pedig balfaszkodok. Ez a terv. Én gyűjtöm az alapanyagokat, ő pedig épít, és hát mondjuk az első részben nagyon gyanús, hogy igazából csak mind a ketten csak alapanyagokat fogunk gyűjteni, de meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Igen, és a legutóbbi sorozattal kapcsolatban, vagyis a... Ne. Szóval az első multiplayer sorozattal, ami nem is sorozat lett végül, Brimstone névre hallgatott. Egyetlen egy része volt, sajnos technikai okokból és másokból sem tudtuk a második részt leforgatni, és onnantól kezdve meg is állt az egész. Ó, alma! Alma! Gyere ide! Alma! Alma! Gyere majd ide! Anyád! Na! Zsír. Ilyenünk is van ma. Workbench. Milyenünk? Workbenchünk van. Ha! Hát, ja, most dobtam le. És elejtetted. Hát, magától azért nem terem oda. Kiesett a farzsebedből. Hát igen, sajnos technikai okokból nem lett belőle hosszabb, pedig nagyon nagyon sokat gondolkodtunk rajta, hogy tudnánk folytatni, sokat terveztük az egész sorozatot, és sokan is kedveltétek, tetszett nektek, ennek örültünk, de megértem, hogy csalódottak voltak azok, akik már a második részt nagyon várták. Már, hát, már lassan egy éve. De nem baj, mert majd ez kárpótol mindenkit, mert ez annyira jó lesz, hogy az valami fantasztikus. Van itt még egy alma. Ja, nekem már kettő is van. Nekem csak egy meg, de jó ez. Nem. Egy is volt még mostanában. Na, az az igazság, hogy most lett időm, kevésbé vagyok elhavazva, ráérünk mind a ketten, teljesen jó. És ez azért érdekes, mert nem csak hogy a sorozatot hagytam rá, sajátomat és a multiplayert is, hanem magát a Minecraftozást is. Szóval én az 1.7.3 beta verziótól kezdve, amiben a saját és a multis sorozatot is forgattuk, azóta én nem is játszottam egyáltalán, nem is indítottam el Minecraftot, olyan szinten nem volt időm. Te most fogocskázunk, bazd meg. Nem, csak egy állapotra készítek, mert láttam ott agyagot.
Aha, jó van. Kéne követ keresni. Ott van. Hát majd... azt nem láttam meg viszont. Itt erre fele van, mint hogyha. De megyek én, és akkor majd mindjárt... Nem is tudom. Egy kicsit nézzészt. Opá, leestem meg minden, de nem baj. Tehát a lényeg, hogy azóta nem játszottam vele, az 1.7.3 óta most nyúltam először Minecrafthoz. Jó, ez nagyon perverzű hangzott. Nem baj. Nem is olyan nagyon emlékszek már szinte, hogy kell egyáltalán játszani vele. Na jó, az nem igaz, de a lényeg, hogy az újításokról fogalmam sincs egyáltalán. És ezzel nem túlzok, mert nem tudom, mik kerültek a játékban, nem követtem nyomon, nem játszottam vele. Láttam róla videókat, de keveset, szóval azzal sem olyan vagyok előrébb. Most ismerkedek vele, gyakorlatilag, tehát ez sok mindent megmagyaráz, hogyha valaki esetleg nem értené, hogy miért lepődök meg azon, hogy például mik azok a húscafatkák ott alul, meg mit tudom én. Ez egy izgalmas jelenet, jelen pillanatban én szedem szét a falat, ezt a kőfalat, hogy legyen kő. De már akad egy kicsi. De olyan hátsó szándékkal szintén, hogy hátra találok valamilyen érdekesebb hát alapanyagot. Hát általában. Hát majd meglátjuk. Szenet szeretnék, igen. Amerre lépek, szörnyterem. Című örök klasszikus. A 70-es évekből. Ami a 90-es évek tulajdonképpen, hát annyira még nem azért. És ilyenkor jut eszembe, hogy na, kéne csinálni torcsot, gyertyát, aha, fákját. Hát már neveken sem emlékszek, ez krónikus, igen. Ilyenkor kéne, de pont, hogy azt keresem, amivel tudok csinálni, szóval... Kezd sötét lenni így a folyosó végén, ahogy előre haladok a hegy belsejébe, és egy... Na, ennyi. Rosszakodik a szerver. És... Blokkál hoztan, az szép. Hát én nem tudom, most egy visszatermett egy pillanatra egy blokk. Jó, hát az előfordul. És nincs már izém se. Az nagyon jó. Nem baj. Most már nekem is van egy workbenchem. Benchmarking. De amúgy hova menekültél? Én most így... próbálok behatolni ebbe a... Hát lejöttem így... Ahol találtuk az almákat, azon az oldalon lejöttem, és itt szembe, ott találtam az egyedüli kőfalat itt a környéken, mert amúgy a domb az maga az ilyen sárból van, de... Na. Szóval... Három csirkehús. Csak meg az igen, ezt hallottam, hogy ott... Valamit alkottál a háttérbe. Mindjárt megvan a negyedik is. Elkapod. Hallom, hogy ott kicsit átjön. Na, valami Na. Kaját is gyűjteni kéne. Nem ártam, hogyha az ember nem akar éhen döglani. Beletört a balta a ötödikbe. Az igen, jó erő, jó nagy tápos csirkeletet, vagy nem is tudom. Jó, hát lassan olyan mélyen vagyok az oldalába, hogy sötét van, meg minden, mindjárt itt terem valami közvetlen a pofámban, szóval megpróbálok más irányba elmenni, mert ja, nem találtam szenet sem. Látsz, akkor mocskos Enderman lesz az. Nem, azért az túlzás. De nem baj, a lényeg, hogy könnyen ki lehet azt írtani. Mitől olyan mocskos egyébként? Hát egy kicsit nagyobb a tűt, mint a többi. Meg így ránézel a pofájára, akkor megtámad mondjuk attól. Aha. Szóval olyan, mint a... most legyünk rasszisták, vagy? Hát, most nem muszáj. Most nem, még majd a második részben, igen. Ez bőven elég lesz. Ez már a második csákányom, hogy egyszer csak így elfogy létezni. De nem baj. De azt mondd már meg nekem, légy szíves, hogy miért... Fából csinálom a harmadik csákányt is, amikor már kiszedtem egy valagnyi követ, szóval ez...
Azt nem tudom, de meg kell, kell találnom, hogy merre vagy. Ezt már azzal se lehet megmagyarázni, hogy én régen játszottam, szóval ez már az ostobaságom lassan. Visszamegyek a spawn pointhoz, a workbenchethez, és akkor úgy megtalálsz, ha gondolod. Hát, itt vagyok. Ja, remélem megtalálom én is. Itt vagyok, nézd balra. Ne arra! Az a másik irány, emelre. Itt ugrálok, mint valami szellemi fogyatékos. És itt elnézést kérek a szellemi fogyatékos nézőinktől. Nem személyes értésnek szántuk. Szántam. Na. Nem látlak egyébként. Na hallod. Ja, megvan. Nem mondd már, hogy nem látsz. Lent vagy a fészkes fenébe, jó van. Igen, itt a fene körülöttem is, és itt rakott egy fészket. De nem kéne hogy fölgyújtani valamint, hogy véletlenül? Az erdőre gondolsz, hogy? Hát mindegy, mit csak valami fény legyen. Hát ez hogyan? Hát még iron, hát semmi nincs. Hát gyorsan, vagy valami vacka, nálad van a jó. Ott van a fa is, gyorsan valami kéne, ez így okay. Eléggé problémás hogyha lesz. Neked van még teljes fád? Mert én már szétszedtem az összes fát. Van persze. Akkor jó. Itt vagyok benne a lükba, amit eléggé mesterséges, szóval... Na. Fantasztikus. Hű. Mekkora csobbantál az abba a 20 centi mély pocsolyába. Na ott van három darab gyorsan. Csináltam, én arra sem hiszem, hogy kegyet. Fölülre kell így ezt, aztán... Vagy mit? Nem, fordítva. Na tessék, látod, én már nem emlékszem, én nem merek ezzel játszani. Én na, kilépek, te játsz addig, jó? Na, erre indultam el, mert... Ott kéne bezárni az ajtót, vagy az ajtót. Vagy inkább ajtót. Be kéne zárni az ajtót, igen. A kályha legalább világít, annyira jó. Igen. A szén is mindjárt. Fantasztikus. Akkor csinálom az ajtót. Még az utolsó pillanatban. Jó, hát figyelj, nem... Múltkor is így működött. Jó, hát... nem így akartam lerakni ezt a kurva ajtót. Mindig fordítva rakom le ezt a kurva ajtót. Nem baj, a lények ne jöjjenek be egyelőre. Egyelőre nem, az majd később bejöhetnek, amikor már lesz terített asztal, meg mit tudom én. Meg ágy, meg festmények, meg ilyenek, akkor már... Hoppá, szén! Szóval, hogyha lesz már egy kis luxus, meg nem szégyeljük, hogy igazából ez körülbelül egy barlangnak se nevezhető, ahol lakunk, akkor már jöhetnek vendégek. De egész addig kívül kell őket tartani. Többek között azért, hogy ugye ne kelljen szégyenkezni, másrészt meg ugye nem árt, hogyha mondjuk nem ölnek meg minket, és ilyenek. Tudod, hogy hát na. Ja igen, hogyha nagyon ilyen hanghangokat hallasz, akkor vigyázzál, vannak ilyen miniatűr pokk, amik így kicsit mérgesebbek, mint a nagyok. Hoppá! Tényleg? Azok átférnek az ilyen együkokon? Igen, vagy? Azok átjönnek, azok kényszerűen, az apjuk faszának hívják. Na igen, ez az, amiről én le is maradtam úgy teljes mértékben. Annyi szenem lesz, hallod, hogyha fosás jellegű problémád van, akkor nekem szólj, mert nekem van ellenszerem, tudod? Hát meg nincs, szóval... nem sokára kezdek éhen halni, te nem akarsz éhen halni véletlenül? Én nem akarok éhen halni egyáltalán, köszönöm kérdésed. Te miért akarsz éhen halni? Valami követ adjál, mert még egy sütőt össze kéne állítani. Ja, még egy sütő kell? Hát egy csirke. Nagy üzemben nyomjuk, de most akkor... most... jó, igaz végül is, nyithatunk büfét is. Hát itt van 9 darab, vagy nem, 9. 9. Lehet, rosszul látom. 9, még 9 sütőnk van. Csirkehús. 9 csirkehús? Ide rakom mellé, és ez annyira jól néz majd ki, hogy táncolok is egyet a tetején. Yeah!